Napirenden az olimpia, a MOB közgyűlése úgy döntött, javasolja Budapest városának és Magyarországnak, hogy vizsgálja meg a 2024-es olimpia és paralimpia megrendezésének lehetőségét. Az új reform az Agenda 2020 részleteit a szavazás előtt Schmidt Pál, a MOB tiszteletbeli elnöke ismertette. Az új szabályok szerinte megtérülő gazdaságos olimpiák megszervezését teszik lehetővé, és ez a kisebb országokat is kedvezőbb helyzetbe hozza. Mindez, amit az Agenda 2020 jelképez, talán egy történelmi esély a közepes méretű városok és országok számára. Ezt már Binert Gusztáv, a Borkai Zsolt kérésére létrehozott olimpiai védnöki testület tagja mondja. A szakember hangsúlyozta, hogy az Agenda 2020 többek között olyan 100 éves hagyománnyal szakít, mint hogy egyetlen városban kell megrendezni az olimpiát. Ez Magyarország számára azt jelenti, hogy Budapesten kívül Győrt, Szegedet, Debrecent és a Balatont is bele lehet kapcsolni a játékokba, és ez növeli az esélyeinket. Ha hiteles ez a NOB szándék, hogy igenis, úgymond a sportban igen eredményes országok pályázhassanak kellő eséllyel, akkor van miért bizakodnunk, mert az senki nem titkolja, hogy a magyar sportesemények vagy sporteredmények azok kimagaslóak. Az új reformcsomag növeli az esélyeinket Dénes Ferenc sportközgazdás szerint is. A szakember azonban azt hangsúlyozza, nem egyszerű kiszámolni, hogy egy olimpia mennyire jövedelmező. Nagyon széles körben érdemes ezeket vizsgálni, hiszen a költségek túl a pénzügyi költségek. Stadiont kell építeni, úthálózatot kell építeni, az mellett társadalmi költségei is vannak, hiszen adott esetben generációknak kell bevállalni, hogy más preferenciák vannak, és az ő fejlődésük kicsit lassabb. Dénes Ferenc szerint felbecsülhetetlen haszna van annak, hogy egy generáció egy ilyen élményt mondhat magának, összekovácsolja az országot, és természetesen jótékonyan hathat a gazdaságra is. Majd csak 2017-ben derül ki, hogy kirendezheti meg a 2024-es nyári olimpiát.